Sziasztok! Ma folytatom a Mediaból 2 Total War spanyol hadjáratomat, és itt maradt abba ugyebár, hogy hát még mindig a mongolokkal szarakodunk egy kicsit, plusz ugyebár a dánok elvették Antiókiát. Na mindegy, amúgy se sietek, szóval ez nem olyan hadjárat, hogy most lerásolom az ellenséget, és akkor mire észbe kapnak, már nincs semmiük, hanem csak nyugiban játszunk, és nem sietem el, szóval ugye már az AI nem igazán tudna védekezni az ellen, hogyha például én elkezdeném lerásolni őket. Szóval csak nyugi, nem sietjük el. Pár helyen nem építkezek. Például ugyebár Innsbruckban. Ja, csak Innsbruck, oké. Okay. Le kéne támadni a dánokat, akiknek rengeteg hajójuk van. Lol. Plusz ugyebár tudnánk építeni ágyús hajókat. Lanternast. Oké. Okay. Az kéne. Ugyebár hát már nem kell sok. Fogjuk rá. És irány az új világ. Irány Amerika. Na jó, Damaszkus ostrom alatt és egy egész komoly sereg támadja. De a legjobb az, hogy a mongolok kezdenek kifogyni a katonákból. A legjobb az. Na jó, valahol szar közrend. Elfogjuk rá, hogy nincs. Kell még pár nyergeletlen lovag, és átküldöm őket Ikóniumhoz. Az angoloknak, ha minden igaz, egy területük van. Oké. Okay. Szép nagy építési jelentés. Ó, hello, kemény csendőrök. Ezt nem fejlesztjük át. És még képzünk egy csendőrt. Remek, alig maradt pénzünk. Na jó, kell pár hajó, és megyünk inkább Rodoszra. Le kéne győzni a bizáncokat teljesen. Nem bár... Vagy inkább vissza ide, és le kéne győzni a mongolokat inkább. Ők a legveszélyesebbek. Ja. Inkább a mongolokat támadnám. A dánoknak, vagyis dánoknak, az angoloknak már csak Northumbria maradt. Lol. Jó, mindegy. Zsoldosok.
Ó, Velence! Mi a fene? Wow! Velencének mi a fene baja van? Ja igen, Velencéből ezeket, kivéve a zsoldosokat, át kéne küldeni Innsbruckba, átképzésre. De nagyon, ugyebár kemény arany és ezüst gerendások, igaz, hogy jó pár katonát elvesztettem, de nem baj. Jó, ezzel a flottával pedig itt van egy kisebb velencei. Ha valunk? Itt is volt. Szerintem Damaszkuszt nem sokára megpróbálják elvenni. Megpróbálhatják, de nem biztos, hogy sikerül nekik. Jó, oh, hello, lázadók. Majd látom, a németek hazatartanak. Ó, oh, nem már, de miért nem Velencébe vonult vissza? Érdekes. Pedig Velencébe kellett volna visszavonuljon a sereg. Az jó lett volna. Na végre! Van rakétavető és egy trebuséje, szóval... Ja, azt hiszem várni kell, majd még megindulnak. Szerintem egy sereget le tudunk győzni. Egy városvédő milicista sereggel. Na jó, annyi az egész, ugyebár egy kicsi a főtér. Ez a legrosszabb. Hát itt vesszük fel egy kicsit a harcot ellenük. Itt megpróbáljuk megállítani őket egy kicsit. Ugyebár hiába rakok mindenkit a főtérre, mert annak sincs sok értelme. Oké. Hadvezérem is itt lesz, csak hogy bátorítsa a katonákat. És akkor pár számszeríjást is. Oké. És akkor a maradékot pedig ide. Oké, és kartforgatók. Hát a kartforgatókat, azokat valahogy úgy kéne kihasználjam, hogy jó legyen. Az azt jelenti, hogy... a gyalogságuk ellen kéne inkább használjam. Szóval ide rakom őket hátra, és meglátjuk, hogy mi lesz. Na, kezdjük a csatát. Thank you.
Ugyebár... ja, nem támadnak, szóval a felvétel leáll egész addig, még megindul az ellenség. Jó, gyorsan betört. Na mindegy. Ó, kisrácok, jön az ellenség. Számszerű jelszok már lőnek is. Ó, te jó ég! Wow, majdnem a hadvezéremet. Jaj, a rohadt mongolok ellen rossz küzdeni. Főleg ezekkel az elit csapatokkal jönnek. Ez rohadt szar ellenük küzdeni. Hadvezéremet hozzam már el onnan, meg mindjárt olyan mázlista lesz, hogy eltalálja egy lövedék. Mindjárt lesz olyan mázlista a köcsög. Jézus Mária, özöllenek a mongolok. Ki mondta? Őszintén ki mondta, hogy menj oda, te köcsög? Te csak legyél itt. Lándzsások, kitartás. Mi? Hadvezéremet vette célba a köcsög? Wow, ne lőd szét az épületeket, köszönöm. Nyerünk, lándzsások! Lőjétek a testőrséget. Ugyebár a hadvezére itt van és lehúzza a katonái moráját. Ugyebár a hadvezérének van az a képessége, hogy megrémíti az ellenséget. Sajnos. Azaz az én katonáimat. Támadás! Hadvezéremet vette célba a köcsög? Azt lövi. Azért lőnek a trebusék mind ide. Pont itt van ugyebár a hadvezérem. Kitartás, srácok! Érdemeljétek ki ezt a kemény páncélzat fejlesztést, meg mindent, amit kaptatok. Hé, ne gyertek át! Szedjétek le a hadvezérét! Ennyi az egész, hogy mind a izét lövik a hadvezéremet. Hogy már befutnak, befut egy-két lovasíjász, lehet látni, hogy mind a hadvezéremet lövik. Lovasíjászok. Köcsögök. Hozzunk ide még egy számszeríjászt. Ezt lőjünk velük is. Ahogy elnézem, ez a köralakzat elég jól megállítja a mongolokat. Nyerünk, spanyol kutyák, futás! Oké, tűz! Még van egy rakatnyi testőrük. Az mi volt? Ne féljetek tőlük! Lemészárolják a számszeríjászokat. Rengetegen jönnek. Meghalt a hadvezére! Király! Annyi az egész, ugyebár, hogy...
mivel ezüst gerendásak, így mondjam azt, hogy nem sokat ér, hogy megöltük a hadvezérét. Számítani számít, de nem olyan sokat. Na jó, azt hiszem, hogy ide kell hozzam a kartforgató miliciát. Ugyebár a lovasságot kezdjük megölni, és a gyalogsággal pedig nehezen bírnak el a láncsásaink. Így kéne némi kartforgató. Ugyebár ezek a kartforgató milicisták nem annyira gyengék, szóval jó egység. Hogyha jó a hadvezéred, bátor a hadvezéred, jól bátorítja őket, akkor... akkor kitartóan küzdenek. El fenébe. Hát ti? Ti vissza oda. Vessük be a kartforgatókat, és egy gyalogos egység, de gyorsan jöjjön ide. Futás. Remélem a hadvezérem nem hal meg, mire ide ér az erősítés. Így elnézem előre, nyomultak a gyalogságukkal, azért is küldöm a kartforgatókat, mivel most már inkább gyalogságot kell öljünk, és nem lovasságot. És azok ellen a ezék jók. A kartforgató milicisták. Hadvezérem jó helyen áll. Remélem nem találja el egy katapult vagy ilyesmi. Gyerünk, mozgás! Köcsög íjászaik. Futás. Ó, várjunk, megtörtek. Király. Jó lesz. Megfut az ellenség. Gyerünk milicisták előre. Elég kitartóan küzdöttek a lándzsás milicistáink. Szinte mind halálig. Ez volt a legjobb. Hogy nagyon kitartóan küzdöttek. A katonák. Na jó, küldjünk egy számszerű jászegységet, azt nyilazzuk le ezeket itt. Ti még itt szarakodtok velük? Hát ja. Ki a fene lő titeket? Jaj, ti!
unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Jó, mindegy. Gyerünk ide. Tűz. Kivégezzük a mongolia izéket. Rakétavetősöket, meg egyensúlyos kőhajítósokat. Na ez szíva... Ez komoly! Nézd már, a kartforgató milíciák feladták! LOL! De köcsögök! Elfutottak a harcból! Pár bizés rakétavetős megfutamította őket. Az durva. The day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Nyilván ezüst gerendások ezek a csávok, azért nem adják fel olyan könnyedén. Ennyi volt. Wow! Nem gondoltam volna, hogy az első védelmi vonalnál megállítjuk őket. De sikerült. Na ne már! Ez komoly! Ja, hogy ezek már izék csak. Mondjuk kántestőrök, a kántestőrök azok jók, de ezek már nem elit harcosok, szóval azokból kezdenek kifogyni. Ezek után már csak olyan katonákat hoznak inkább, amiket képeznek, azok meg ugyebár nem annyira tapasztaltak, így nem lesz olyan könnyű, vagyis olyan nehéz megölni őket. Sokkal könnyebb lesz őket megölni, mivel már nem lesznek annyira tapasztaltak. Velencei csapat. Lehet haladni, oké. Azt hiszem, hogy irány Zágráb. Kilenc egység, szóval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Milyen 9? De hogy 9? 11. Francokat 9. Oké. Húzzatok a rákba.
Irány Antiókia. Kevés a hadvezérem. Sajnos. Az angolokat simán leverjük. Az angolok gyengék, eloskótok. Ja, gondoltam, hogy megtámad. István király! Harcoljunk! Van egy rakatnyi nehéz lovasom. Tényleg sok van. Verjétek le az angol kutyákat! It is unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Hú, bakker! Elég kemény harc lesz ez. Van egy olyan érzésem, hogy jó véres csata lesz. The enemy have brought up more men. They hope to make up in numbers what they lack in bravery. Ó, a lovagok felkoncolják őket. Ja, elfutnak. Bár a nehéz gyalogságommal nem bírnak. Ám bár vannak ezek a nyergeletlen angol lovagok, ezek még elég jók. Ó, ja oké, okay, akkor ennyi volt. Ne, kész, ha a király meghalt, akkor vége. A katonák elfutnak. Ja. Egy rakatnyi zsoldosuk volt némi lovaggal megtoldva, de hát nekem meg egy csomó lovagom. Jó, számszerű jászokat ide. Gyalogsága hátukhoz. A lovagok a jobb és bal szárnyra. Na, vannak itt még, ahogy elnézem, páron, akik nem adják fel.
Sorozott lándzsás, mi? Egy kicsivel jobbak, mint a lándzsás milicisták, de nem sokkal. Nézd már, ezek a hülye hobilárok nem akarják feladni. Na végre. Ja, hogy az ellenség ott jön? Itt? Nem. Hanem... itt. Jó, hát foglaljuk el a magaslatot, a lényeg. És annyi. Na jó, hadd jöjjenek. Jönnek vagy nem jönnek? Nem, mintha valami sokan lennének. Na jó, hát ha nem akarnak jönni, megyünk mi. Nekünk úgyis mindegy, mert ennyit már csak kinyírunk. Sőt, azt hiszem csak rájuk küldöm a lovagokat, az kész. Ja, a lovagokkal elcsapjuk őket, azt annyi. Jön a lovasság. Ja. A legjobb felszerelésük van a lovagjaimnak. Fegyverfejlesztés is van, és páncélfejlesztés is. Hát ennyi volt. Ez jó volt, basszus, lemészároltuk az angolokat. Á, fenébe. Az gáz. Azt hiszem kell nekem egy olyan, hogy zsoldos hajó, és Velencét meg kell mentsük. A velencélyek elég nehezen akarják feladni. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan fognak támadni, attól tartottam, hogy kiéheztetnek, de nem. Ugyebár elég bátrak a mongolok a nagy kántestőrökkel, csak hogy ugyebár nem annyira kemények azok a kántestőrök. Na, az angoloknak annyi. Jedda tovább fejlődik. Sirály, Ázsácsó is. Nem már Cagliarinál megint ezek velenceiek. Nem adják fel, basszus. Nem akarják feladni nekik. Nagyon kéne Cagliari ezek szerint. Velencének. Nem tudom, miért akarják ennyire.
Ó, várjunk! Na várjunk, nem lehet kikötni? Nem lehet kikötni Velencénél. Érdekes. Na jó, akkor Yorka miénk, irány a kedves skótok ellen. Csak mert voltak olyan rendesek és támadtak párszor minket. Oh! Wow! Nehéz pikás milicist és nemesi pikás, ugyebár a skótok rohadt erő pikásokat tudnak. Nagyon jó pikásaik vannak. Skótoknak. Ugyebár William Wallace azzal nyert az angolok ellen, a pikásokkal. Különben a nehéz lovasság felkoncolta volna az izéket. A skótokat. De a pikások megállították őket. Na jó. Jó sokan vannak. Jézusom! Ó, oh, ne már! Rodosz... Rodosz lázadó terület. Abban reménykedtem, hogy nem az is. Mikor idejövök, akkor lesz... Ki lesz fejlesztve egy kicsit a város, de nem. Az de gáz. Az de gáz, basszus. Az úgy nem jó nekünk, mert így ugyebár akkor Rodoszon nem tudok képezni komolyabb katonákat. Sajnos. Ó, a francba! Aj, elfelejtettem megtámadni a velencei sereget. Picsába! Az de gáz! Megtámad? Ez komoly? Igaz, hogy ha jól láttam, jó katonáik vannak. Pikások. Ja! Egy rakatnyi nemesi pikás. Ezek rohadt erősek, basszus. Wow, itt is egy csomó pikás. Plusz még a Feradac király. Hát... Jó van. Lássuk, hogy a spanyol lovagokat meg tudják állítani a pikások? A skót pikások? Nem kaptak erősítést, oké. Okay. Ah, francba jönnek a lovagok. Ah, fenébe. Határlovasok, mi? A skótoknak vannak a... lovagjaik, de nem valami erősek. Nyilván a skótok azt hiszem csak feudális lovagot tudnak, azt annyi. Meg ezeket a vértezett lovagokat, de hát... ezek se annyira kemény csávok. Na hát hülyeséget ne csináljunk és ne roncsunk csak úgy bele a... ezébe. A pikásokba, gyalogsággal se. Ugyebár...
mert nincs sok értelme. Hogy elnézem, először csak a városi milicisták jönnek. A pikások le vannak maradva. Számszerű jászok tűz a pikásokat. Jó, ott pikások vannak, vissza. Vissza. Szép volt. Our men have slain the enemy general. Now his men will lose heart. Azok a pigások sem fognak olyan sokáig kitartani hadvezér nélkül. Nemesi pigás vagy nem. Hadvezér halott, megfutnak. Megjött az erősítés. Lemészároljuk a skótokat. Meg kéne ölni azt, ezek a lovagokat. Azt hittem az altvezére, de nem. Meg kéne ölni a királyát, csak nem tudom, hogy hol jön. Itt jön? Nem itt jön, hanem... hanem ott. Megvagy. Itt jön a köcsög. Kész, feladták. Na gyerünk, támadás! Már is! Ja, ugye... Egy rohammal elcsapták a lovagok a műzét, a királyát, az kész. Belehalt a rohamozásba a csávó. Gyerünk, spanyolok! Ó, még így is van több mint 50 testőrte, jó ég. De hogyan rákba okoznak ekkora veszteséget, nézd már! Wow! Jézusom! Na, megtörtek. Rohadt nagy veszteséget okoztak, testőrök.
unwise to praise the day before sunset, but our men are winning the battle and forging a worthy victory. Gyerünk, spanyolok, futás! Ugyan már ezek a nehéz lovasok simán vagyis nehéz gyalogosok simán kinyírják a könnyű lovasságot. Meg a nehéz, meg a gyalogságukat is. Az igen, futnak is a skótok. Na, a nagy nehéz pikásaik elfutnak jó gyorsan. Ugye már a nehéz pikások nem olyan bátrak. A nemesi pikások azok bátrak, de a nehéz pikás az nem annyira. Számszerű jászokkal ugyebár lőm a hadvezérét. Lőjük már le, köcsögöt. Erről nyírjátok ki a pikásokat. Ezeket fel is adták? Szép. Lemészároljuk a nemeseket. Szép volt! Számszerű jászok kinyírták. Ennyi. Elfutnak. Ez jó volt. Lemészároltuk a skótokat, basszus. Wow. Azt hiszem pár lovas egységet elveszítettem, de megérte, mivel a városa minden igaza miénk lesz. A skótok inkább védekezésben erősek, támadásban nem annyira erősek. Védekezésben nagyon jók, ugyebár a nemesi pikásaikkal, a nehéz pikás milicisták azok rohadt jók védekezésben szerintem. Támadásra nem jók a pikások, de védekezésre nagyon jók. Ó, ne már! Mi a fenének támad meg 100 katonával? Hülye mongolok. Az erdő meghódítva. Remek. Nem mintha jó ötlet volt, de oké. Ja, elvesztettem egy csapatlovast. Na mindegy. Ez a fővárosuk. Akkor a skótoknak sincs szinte semmiük.
reward me. Yes, Lord. Close you for battle. They is our Lord. The enemy are beaten. Kardforgató miliciákat Jeruzsálembe kell küldjem. Ó. Oh. Nem lehet. Oh. A francba. Oké. Okay. As my lord wills, we march to battle. Let me strike, my lord. Bringing these lands under your gaze. Aha. Köcsögök. Your order, number one. Yes. Your order, number one. Orders. Orders. Yes. Orders. Your Majesty. Mark, we shall continue at first light. Orders. Okay. York lázadni akar. Nem szabad. Hát az nem sikerült. Elnézést. Oké, srácok, folytassuk. Szóval, hát hogyha kört váltok, elveszem Inverness-t is, akkor a skótoknak is annyi. Támadjuk meg Valenciát, vagyis Valenciát, Velencét. Valencia fene. Ez nem kell. Yes. Prepare to board and engage. Our fleet is victorious. Van egy ötletem. Iráklyont, Afrába. Iráklyont kéne letámadjam. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, azt hiszem akkor körváltás. Ma is várjunk? Voltak eretnekek. Ah, nem sikerült. Lol. Velencéjek. Velencéek és a német-rómaiak együtt vannak. De jó. Nekik. Jó, megtámadja Antwerpet, de a következő és a kör végén elveszem izét. Inverness-t is, nem maradt területük. Így a lázadók lesznek. Hmm. 59%-kal nem sikerült, 33-al igen. Tök jó. Azt hiszem, hogy elkezdek pár várat átépíteni városra. A Nikóziát azt nem. Nottinghamet, hát egyelőre az sem. Akkont sem. Bár az olyan várakat, amelyekre még szükség van, azokat nem építem át.
Ugye bár a várokban jó katonákat lehet képezni. Küldjünk erősítést Damaszkusznak. Kéne még a papokat képezni. Vissza kéne venni Antiókiát. Na de akkor vegyük el Inverness-t. És a skótoknak annyi. Erről ennyit, skót kutyák. ...13% voltra is sikerült, lol. Irány... Írország. Oké. Velence hány körig bírja még? 9. Hú, az jó sok. Át kell építsük a hajókat. Kellenek nekem ezek itt? Nem igazán. Viszlát. Te mész a várba, az kész. Oké. Okay. Oh, bordő lázad. Ha is csak akar. Irány Nürnberg. Van egy rakatnyi kartforgató milicistám. Kartbotos milicistáik vannak. Az sem rossz. Szóval elfoglaljuk Írországot, utána vissza Nottinghambe, átképzem a katonákat, és kikötünk a dánoknál. Köcsök dánokat kinyírjuk. Addig is építünk hajókat. Hadigáját és ilyen lanternaszt. Azok jók lesznek. Na de azt hiszem, hogy zárom a videót, srácok. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!